Köszöntöm nézőinket, ez a Sportváros, a D+ TV sportmagazinja. Mai adásunkban megtekinthetnek egy összefoglalót a Dunaferdue Dutrét futsal csapatának legutóbbi hazai edzőmérkőzéséről, majd a Dunaferese kajakkenu szakosztályának egyik edzőjével, Vajda Attila olimpiai bajnok kenussal készült portrénkat láthatják. Felkészülési mérkőzést játszott a Dunaferdue Dutrét futsal együttese szerda este hazai környezetben. A mieink végül magabiztos 10-1-es sikert arattak az újoncnak számító Csömör gárdája ellen. Nagyon hamar vezetést szerzett szerda este a Csömör elleni edzőmérkőzésén a Dunaferdue Dutrét futsal együttese, hiszen a meccs negyedik percében Pál Patrik lövése kapuba talált. Az mondjuk már az első sípszótól egyértelmű volt, hogy a hazaiaké a mezőny fölény. Nem kellett sokat várni a következő Dunafer találatokra sem, hiszen először Klacsák Bence, majd Friedrich Dávid lőtt gólt. Alakultak ugyan szebbnél szebb helyzetek, és azok is inkább a hazaiak részéről, de a félidő végéig tartották magukat a vendégek. A szünet előtt azonban Németh Péter is csatlakozott a góllövők közé. Ennek köszönhetően 4 gólos előnnyel vonultak szünetre a dunaújvárosiak. Térfélcsere után folytatódott a gólok sorozata. Bár az első találatot ebben a játékrészben a Csömör gárdája szerezte, innentől azonban vérszemet kaptak a hazaiak. Először ismét Németh Péter, majd Csányi Dávid, Fekete Róbert és Hosszú Ádám duplájának köszönhetően végül 10-1 arányban tudtak győzni a dunaújvárosiak a hazai környezetben vívott edzőmérkőzésen. Természetesen ugye ők is feljutottak az NB1-be tavaly, így mindenkit komolyan veszünk. Vannak szisztémáink, amit gyakorolunk edzésen, próbáljuk a meccsen alkalmazni. Nem a Csömörre készülünk, hanem a bajnokságra, és akkor gyakoroljuk, amit az edzésen csinálunk meccsen is. Néha kicsit beleszaladtunk a mérkőzésbe, de amúgy helye közel mindent, amit kértek, megcsináltunk. Mennyire vagy elégedett a saját teljesítményeddel? Az első félidőben nem annyira, de a második félidőben hál' Istennek összeszedtük magunkat. Magamat is és magunkat is. A kontratámadásuk néha szellősen védekezünk, és lövésig is, akár nagy helyzetig is eljutnak, úgyhogy azt kell még átfenni gyakorolni. 10-1, hát olyan, mint olyan egyszerű lett volna, nem volt egyszerű. Igazából úgy gondolom, hogy nem kell messze menni következtetés levonni ebből a meccsből. Játszottunk egy edzőmeccset, egy Csömörrel, aki ugye most jutott föl NB2-ből NB1-be, egy nagyon fiatal csapat. Jó játékosok alkotják, de tényleg rutintalanok és fiatalok. Nem azt jelenti, hogy így fogunk játszani a bajnokságban, tehát ez minden meccs más. Van a Csömörnél azért 5-6-7 erősebb csapat az NB1-be. Úgy gondolom, ma jól jött ki ez a dolog. Az öltözben megdicsértek minket azért, mert azért a taktikai utasításokat azért betartottuk. Rúgtunk 10 gólt, pozitív a mai nap. Tehát tökéletesen nem lehet játszani 100%-osan. Meg én is vitatkoztam itt a többiekkel meccs közben, de nagyjából azt játszottuk, amit elvárt a mester. Hát nekem ez most a Csömör ellen egy plusz motiváció volt, hogy ellenük tudok játszani, igaz, Győr ellen tavaly a kupába kiestünk decemberbe, az első fordulóba, úgyhogy most ez nekem ilyen plusz motiváció volt, hogy itt jól tudjunk szerepelni, meg hát meg kell mutatni a csapatban is, hogy miket lehet, vagy miket tudunk csinálni. És hát a edzőmérkőzés az pedig azért jobb, mint egy sima edzés, vagy egymás közti meccs, mert itt tudunk olyan figurákat gyakorolni, meg taktikai elemeket, amiket edzéseken begyakorolunk, és itt tudjuk, hogy mi az, ami működik, vagy mi az, ami esetleg nem. Igazából van, ami természetesen fejlődni kell mindig valamiben, de úgy gondolom, hogy így elsőre jó, össze kell szokni a csapattal, aztán majd meglátjuk a többit. Takó Csaba, a Csömör gárdájának vezető edzője, ismerős lehet számunkra. Az előző szezon második felében ő irányította a dunaújvárosiak együttesét. Mostani gárdája újonc az élvonalban, idén kerültek csak fel, de nem véletlenül szerveztek maguknak edzőmérkőzésekre nehéz ellenfeleket. Pontosan azért kötünk le az élvonalba tartozó csapatokkal edzőmérkőzéseket, hogy a taktikai hibák, vagy amit meg csiszolni kell, azok kijöjjenek. A védelmi vonalakat sikerül áttörnünk támadásban, a dolgaink működnek, helyzetekig eljutunk, még be kell rugdosni őket, viszont ma elég sok alapvető hibát követtünk el, amit megbeszéltünk múlt héten is az edzőtáborban, mégis hát a fiatal gárda azért még csiszolni kell. Igazából ez egy összeérett brigád NB2-es szinten, tavaly azért a kupába elég jól meneteltünk, és NB1-es csapatokat is elkaptunk. Most sokkal több, ugye mivel fölkerültünk NB1-be,
ilyen kihívás vár ránk. Nem szabad így elkezdeni egy mérkőzést, ahogy ma. Kicsit bealudt a társaság, aztán a gyors 3-4 bekapott gól rányomta a bélyegét a meccsre. Utána kicsit rendeztük a sorokat a szünetben, aztán megint utána már elfáradtunk, úgy érzem. Ezt kell nekünk így öregebbeknek ütni a fiatalokat, hogy ne legyen ez, mert nem engedhetik meg maguknak, hogy 20 perceket pihennek a pályán. Igazából nem készültünk nagyon erre a mérkőzésre külön, hiszen ez egy felkészülési találkozó volt, tehát nem arról szólt, hogy most mi a ellenfélnek a játékát elemezgessük, vagy kihúzzuk a méregfogukat. Igazából örültem, mert tudtuk a védekezésbeli dolgainkat élesíteni, illetve kipróbálni, hogy ez hogy működik egy ilyen szintű csapat ellen. Hát láttuk, hogy azért van még mit gyakorolni, meg javítani, de épp azt mondtam most itt a fiúknak, hogy az összes olyan hibát, amit el lehetett követni, vagy amire felhívtam figyelmet a múlt héten mondjuk, azt elkövették ma, úgyhogy ezt majd jó lesz visszanézni videón. De én azt gondolom, hogy tanulunk ebből. Nyilván nem ez a szint a miénk, mint amit a Dunaújváros képvisel, de hát közelítenünk kell hozzá szépen lassan majd. Hát munka az lesz bőven. A legfontosabb, hogy ugye eddig egy olyan típusú játékot játszottunk a másodosztályban, ahol tudtunk dominálni. Most nyilván egy reagáló típusú játékot kell majd a mérkőzések nagyobb részén játszanunk, és hát ez egy más játék, felfogást igényel a játékosoktól is. Én azt gondolom, hogy ezt meg kell tanulni, bele kell rázódniuk, ez nyilván időt fog igénybe venni, de hát nagyon jól állnak a munkához, tehát egy szavam nem lehet. Ez a mai mérkőzés ez több okból kifolyólag nem úgy sült el, ahogy terveztük, de mondom, nincsen tragédia, ez egy felkészülési mérkőzés volt. Bízom abban, hogy a bajnokira azért jobban fogunk kinézni. Annál is inkább, mert azért nehéz feladatok vannak itt az elején, mert Szombathelyre kell menni, Veszprémbe kell menni, nem lesz könnyebb semmivel, mint a mai meccs. Hát még két mérkőzésünk lesz a tervek szerint, az egyik az a Berettyó Újfalu ellen, tehát az hasonlóan nagy kihívás lesz. Nyilván azért fontos, mert kellőképpen fel kell készülni, tehát becsaphatnánk magunkat azzal, hogyha mondjuk gyenge ellenfelek ellen játszanánk és rugdosnánk a gólokat számolatlanul, de én inkább azt az utat választottam, hogy erős ellenfelekkel játszunk, és jöjjenek ki azok a hibák, amik a bajnoki mérkőzésen is előfordulhatnak. Nyilván itt a bajnoki lebonyolítás az ad erre egy lehetőséget, ugye gyakorlatilag a tavaszi időszak lesz majd igazán érdekes, úgyhogy gyakorlatilag azt mondhatom, hogy addig folyamatosan felkészülési mérkőzéseket fogunk játszani, és hát bízom abban, hogy fejlődünk és tanulunk. A szezon kezdetéig már mindösszesen csak egyetlen edzőmérkőzés vár a dunaújvárosi futszálosokra. Vajda Attila olimpiai bajnokkenus miután letette a lapátot, edzői karrierjét Ázsiában kezdte meg, ahol elmondása szerint teljesen átértékelte az életét, és azt, hogy mik is valójában az igazán fontos dolgok. 2018-ban viszont örömhírként jelentette be a Dunaferese Kajakkenu Egyesülete, hogy Attila itt folytatja pályafutását, hiszen innentől kezdve Molnár Gergellyel ketten edzik a dunaújvárosi fiatal tehetségeket. Vajda Attila 13 éves korában döntötte el, hogy olimpiai bajnok lesz, ezért pedig mindent megtett. Lemondott rengeteg dologról, minden nap azért edzett, hogy elérhesse az áhított sikert. 2008-ban Pekingben a nyári olimpiai játékokon kenu 1-es 1000 méteren első helyezést ért el. 2016. decemberében pedig bejelentette visszavonulását, illetve azt, hogy Tajvanban kapott edzői állást. Arról mesélt nekünk, hogyan élte meg az élsporttal járó elképesztő sikereket és az ezeket követő hullámvölgyeket. Gyakorlatilag fiatalon megismerkedtem ezzel a sporttal, és nekem az unokatestvérem volt az, aki hamarabb elkezdte ezt a sportot. Ő révén jutottam el a tudatának annak, hogy létezik ez a sport, és nem volt kérdőjel a fejemben az, hogy kajak vagy kenu, egyértelműen kenuzni akartam. Volt egy minta előttem, és akkor mondtam, hogy hát ugyanezt szeretném. Úgyhogy a kenuzásra ismerkedtem meg először, utána a kajakozással, de a kajakozást az csak látszató szinten, hogy láttam, hogy van ez a sportág. Nyarant, amikor vége volt a szezonunknak, akkor általában a Tiszának körködtünk és próbálgattuk a kajakokat, de az annyira nem fogott meg, ellenben a kenuzás az nagyon úgy magával ragadt, és úgy éreztem, hogy ez az önmegvalósításom. Tehát ebben tudok kiteljesedni, ebben jól éreztem magamat. Tehetségesnek tartottak, és elég szorgalmas is voltam ahhoz, hogy
hogy jó eredményeket kezdjek el elérni egy bizonyos idő után. Ekkor hány éves voltál, illetve említetted a tehetséget és a szorgalmat. Szerinted melyik volt a fontosabb, vagy melyik volt a mérvadóbb abban, hogy olyan sikereket értél el, amilyet elértél? 9 évesen ismerkedtem meg magával a sporttal, 10 évesen szereztem az első érmemet, tehát elég korán, gyakorlatilag egy év kínozás után sikerült érmet szerezni. Nyilván nem a dobogóra állva, hanem ebben a korosztályban még az első 6-ot díjazzák, és én 6-dik tudtam lenni, tehát érmes helyen végeztem. De ez igazából pont akkor a löketet adott a továbbiakhoz, hogy még kitartóbb legyek, még szorgalmasabb legyek. 13 évesen fogalmaztam meg azt a célt, hogy én olimpiai bajnok akarok lenni. És válaszolva a kérdésre, hogy melyik a fontosabb, hogy a szorgalom vagy a tehetség. Igazából a kezdeti dolgoknál a tehetség az nagyon sokat számít, de hogyha igazán messzire akarunk ezzel eljutni, akkor nyilván a szorgalmat kell kiemelni, mert önmagával a tehetséggel még nem lehet nagy eredményeket elérni. Tehát ahhoz, hogy valaki komolyabb eredményeket el tudjon érni, a tehetség önmagában kevés. Nagyon jó, hogyha van, és azt gondolom, hogy ennek is különböző fázisai vannak, hogy valaki kevésbé, vagy nagyon, vagy még jobban tehetséges, de ettől függetlenül a munka elvégzése az nagyon sokat számít abban, hogy a végkifejlet az mi lesz. Tehát milyen eredményeket tudunk majd kihúzni a zsákból. 13 évesen, amikor eldöntötted, hogy olimpiai bajnok szeretnél lenni, akkor tudtad, szerinted megfogalmazódott körülbelül az a fejedben, hogy mivel is jár ez pontosan, és hogy mennyi munka, mennyi idő lesz, és mennyi lemondással jár? Illetve mennyi lemondással járt? Akkor beszéljünk egy kicsit ennek az árnyoldaláról, az élsportnak az árnyoldaláról. Gyerekként azért még nem gondoltam arra, hogy ez esetleg negatív jelzőkkel is fog érinteni bizonyos dolgokat. Ugyanakkor viszont tudtam, hogy ez egy olyan lehetőség az életemben, amit szerettem volna elérni. Közhely, mindig megkérdezik a szülők a gyerekektől, hogy na és mi leszel, ha nagy leszel? Tűzoltó orvos vagy vadakatelelő juhász? Hát én olimpiai bajnokot mondtam, mert akkor már ugye láttam azt, hogy mi is ez a verseny valójában. 2004-ben kerültem először ki olimpiára. 21 évesen, de ugye amikor megfogalmazódott ez bennem, akkor 13 évesen még csak egy olyan gyerek voltam, aki éppen pár éve kenúzik, és akkor a Kolonis Gyurék láttam, hogy olimpiát tudtak nyerni, akkor úgy én azt éreztem, hogy ez az a verseny, amit én meg akarok nyerni. És akkor az utána való munka az már annak a jegyében telt, hogy tudtam azt, hogy ez valami nagy. Tehát ahhoz, hogy valaki olimpiát tudjon nyerni, az nagyon sok mindent meg kell tennie. Onnantól kezdve nem heti 3-szor jártam le edzésekre, hanem 5-ször vagy még többször, attól függően, hogy jöttek ki az edzések. A téli időszakban ugye reggelente elkezdtünk úszni, akkor heti 3 úszásunk volt még reggel 6 órától. Úgyhogy azzal gyakorlatilag 9-re emelkedett az edzések száma. Egy 14-15 éves gyereknek, tehát ez éppen középiskolát kezdtem, tehát gyakorlatilag az iskolának az első óráiról vagy elkéstem, vagy elaludtam, tehát hogy lehet, hogy be is értem úszás után az iskolába, de használhatatlan voltam, tehát így nagyjából tudták a tanárok, hogy mikor rám néztek, hogy még az úszószemüvegnek a kerete ott volt a szememben, akkor látták, hogy jó, akkor már nem kell velem foglalkozniuk, mert hogy kb. Azt sem tudom megmondani, hogy hol vagyok, hát inkább azt mondták volna, hogy jó van, ülj le egyes. De nyilván az, hogy felértem a saját tudatommal azt, hogy nekem erre szükségem van, ez nagyon fontos dolog volt. Árnyoldal, igen, nagyon sok van. Tehát egy komplett gyerekkor veszett oda, kimaradtak olyan dolgok, amelyek talán így utólag azt mondom, hogy nem baj, hogy kiestek, de azért akkoriban nagyon hiányoztak. Tehát látni azt, hogy az osztálytársaim azok nyaralni mennek, én meg versenyezni, vagy az, hogy ők teljesen más ritmusba tudják élni az életüket, mint én. Nekem kötelezettségeim voltak már akkor, tehát az élsport az nagyon sok mindent elvesz, és csak akkor tud visszaadni, hogyha az ember valóban sikeres. Egyébként azok az évek, amelyeket erre fordítunk, azok így, ha nincs kellő siker, akkor tényleg egy picit ilyen deficitessé válik az ember életében, hogy most akkor megérte vajon ezt csinálni, vagy nem. És aztán elérted a
az áhított sikert, amikor elérkezett a pillanat, és olimpiai bajnok lettél, akkor az hogy hatott rád a későbbiekben? Nyilván hatalmas motiváció, de onnan már nem nagyon van feljebb. Tehát, hogy ilyenkor ez egy ilyen kettős dolog, nem? Hogy ezt elértem, akkor rendben vagyok. Vagy ilyenkor az van, hogy na, akkor most még egyszer, meg még kétszer, meg még tízszer ugyanezt akarom. Igazából, amikor az első olimpiára kijutottam 21 évesen, akkor még nem is fogtam fel azt, hogy olimpikon vagyok. Annak ellenére, hogy sikerült szereznem egy bronzérmet. Tehát ez tényleg egy nagy csoda volt az életemben, hiszen gyakorlatilag utolsó utáni pillanatban kerültem be a csapatba, a második olimpiai válogatót nyertem meg, utána a csapattársam ellen kellett szétlőnöm. Ez egy picit nehézséget okozott nekem, igazából mentálisan, fizikálisan nem, mert jobbnak éreztem magamat, de hogy pont a csapattársamat kell úgymond kipattintanom erről a számról. Utána viszont, amikor beérkeztem az olimpián harmadik helynek, és felálltam a dobogóra, akkor egyértelművé vált az, hogy tudom, hogy mi a dolgom. Tehát tudtam azt, hogy mit hibáztam, és onnantól kezdve pontosan tudtam azt, hogy hogyan fogom felépíteni a következő 4 évet. Nem volt könnyű, mert azért voltak olyan sérülések, amelyek nem a sportból eredtek, hanem egyszerűen csak béna voltam és kész. Tehát szóval, hogy ilyen általánosan béna voltam. Viszont amikor megnyertem az olimpiát, akkor nagyon sokáig nem is tudtam felfogni. Tehát, hogy nem értettem azt, hogy most ez mi. Nem tudtam még azt, hogy ez mivel fog járni. Sok idő kellett, mire megértettem azt, hogy már az vagyok, aki akartam lenni. És igazából már ott kezdve az volt, amikor átértem a célvonalon. Csak kellett hozzá egy olyan, ez szerintem egy majdnem fél év, mire teljes mértékig letisztult bennem az a tudat, hogy egyébként az vagyok, akit 13 évesen megálmodtam. De ezután nem veszett el a motivációm, tehát onnantól kezdve azon dolgoztam, hogy ezt próbáljam megtartani, ezt a dolgot. Nagyon szerettem kenúzni, és nyilván ez a szeretet, a sportág iránti szeretet, ez nem lankadásra ser kellett, hanem inkább arra, hogy még inkább ott maradjak, mert imádtam versenyezni, imádtam versenyekre járni. De tudtam azt, hogy csak akkor juthatok ki nemzetközi versenyre, hogyha itthon nyerek. Tehát ahhoz nekem a legjobbnak kell lennem. És innentől kezdve nem azért dolgoztam, hogy megint olimpiai bajnok legyek, hanem azért, hogy újra induló lehessek, hogy azt az atmoszférát újra és újra át tudjam élni azokkal az emberekkel, akikkel nemzetközi szinten megismerkedtem, azokkal mindig tudjam tartani a kapcsolatot. Mesélj az utána következő időszakról, egészen addig bezárólag, hogy eldöntötted fejben, hogy neked elég volt a versenyzésből, mert hogy ott, ha jól tudom, akkor volt neked egy elég hosszú megzuhanásod így lelkileg. Hát igen, tehát gyakorlatilag a 2008-as olimpiáról hazajöve a 16-os második olimpiai válogatóig töretlen volt a sikerem. Volt egy döntés, mi alapján a szövetségünk egy másik versenyzőt nevezett az olimpiára. Ezt követően még kiutaztam egy Európa-bajnokságra, ott egy negyedik hellyel zártam. Ez volt az utolsó nemzetközi szereplésem. És akkor úgy éreztem, hogy talán ennyi volt. Talán ennyi volt bennem, és talán már nem vagyok elég ahhoz, hogy jó eredményeket tudjak elérni, és akkor azt mondtam, hogy akkor átadom a lehetőséget az utánam következő generációnak, mondván, hogy már nem akarok senkitől elvenni lehetőségeket azért, hogy kibontakozzam. De ez nagyon nehéz döntés volt, és nagyon nehezen hoztam meg. Azt tudtam, hogy abba fogom hagyni, de egy picit felgyorsították ezt a folyamatot ezzel, hogy nem jutottam ki az olimpiára, vagy nem engem indítottak, és ez miatt volt bennem egy eléggé nagy törés, mert nem így terveztem a visszavonulásomat. Ezt nagyon nehezen éltem meg. Tehát tényleg nagyon-nagyon nehéz volt feldolgoznom önmagammal, hogy mondhatom, hogy picit talán kudarcot vallottam saját magammal szemben, de aztán az élettől kaptam egy lehetőséget, és kaptam egy e-mailt Tájvánról, hogy ők szívesen látnának edzőként. Ezt az e-mailt már azt megelőzően 2 évvel korábban is elküldték, akkor még nemet mondtam rá,
És amikor megláttam ezt az e-mailt, elolvastam, megnyitottam, és úgy éreztem, hogy az élet nagyon ritkán ad második lehetőséget. És akkor én elvállaltam. Tehát én elvállaltam ezt az ázsiai szolgálatot, és úgy éreztem, hogy erre nekem most szükségem is van. És nagyon jól tettem, hogy elmentem, mert emberileg is rendbe rakott, meg nagyon sok dologot át tudtam értékelni az életemben, más emberként tértem haza. Gyakorlatilag a kint töltött időszakot azt úgy éltem meg, hogy egy nagyon jó tanulás volt az életből. Egy önfejlesztés, amelyben átértékelhettem mindazokat, amiket itthon Magyarországon elértem, és mi az, amit majd a ló másik oldaláról kell végrehajtani, hogyha én végül is ezt az oldalt választom, és utána gyakorlatilag nem olyan rég hazajöttem, és felvettem a kapcsolatukat itt különböző egyesületekkel, a szövetséggel, hogy milyen lehetőségeim vannak, vagy mit lehetne elérni, vagy miben tudnék segíteni. És végül több olyan lehetőség is kínálkozott, amelyből a Dunafair sportegyesületet választottam, mert úgy éreztem, hogy itt van meg az, amit én magamnak el tudok képzelni, és úgy érzem, hogy ez egy olyan csapat, amelynek van reális esélye jó sok eredmény elérésére, de vannak kihívások, tehát tudtam azt, hogy ez az a közeg, amelyben úgymond megint önmegvalósíthatom saját magamat. Az a jó a sportolókban, a jó sportolókban, hogy amikor munka van, akkor a munkára koncentrálnak. Tehát, hogy én ebben nem a negatív dolgot láttam, hanem a lehetőséget a változásra. Tehát, hogy pont az ellenkezőjét. Tehát azt tudtam, hogy ha itthon maradok, akkor még inkább mélyre fogok csúszni, és akkor ki tudja, hogy hol a lejtő alja. Tehát ez egy nagyon jó kapaszkodó volt, és egy nagyon jó ugrás volt arra, hogy ne még inkább megzuhanjak, hanem tényleg na, ezt a csúsztást ezt most megállítjuk, és itt egy lépcsőfok, amelyre fel lehet állni, és innentől kezdve vissza lehet kapaszkodni. És nagyon hálás vagyok az életemnek ahhoz, hogy ezt megkaptam. Mert ki tudja egyébként, hogy meddig csúszok le. De kellett hozzá bátorság, hogy megtegyem azt, hogy elutazzak 9000 kilométerre egy teljesen más világba, ahol se írni, se olvasni nem tudok, nem értem, hogy mit beszélnek. Tudtam, hogy angolul kommunikálok, de az se volt biztos, hogy ők fognak tudni kommunikálni angolul, tehát hogy ilyen, ez egy igazi activity játék volt az életemben, hogy kézzel, lábbal, mindenféle úton, módon megértetni egymást. De ez így szerintem nagyon jó volt, és hogyha újra meg kellene tenni, akkor újra megtenném, mert tényleg kipróbálni magamat egy teljesen más szintéren, saját komfortzónámon kívül, azt gondolom, hogy itt jön elő az, hogy valójában kik is vagyunk mi, tehát hogy mire vagyunk képesek. Volt olyan a két év alatt, hogy azt mondtad, hogy most inkább fogom a cuccom, összeszedem, veszek egy repülőjegyet, vagy kettőt, vagy hármat, amennyivel hazaérek és hazamegyek? Persze volt sokszor, de igazság szerint ezek csak azért voltak, mert hiányzott az itthon. Tehát nem is azért, mert rosszul éreztem volna magamat, hanem egyszerűen csak mert hiányzott az itthonlét. Hiányoztak barátok, családtagok, tehát tényleg sok olyan ember volt itthon, ami úgy hiányt generált bennem. De összességében azt mondhatom, hogy nagyon kitartó voltam, és megpróbáltam a végletekig eljutni. Amíg a szerződésem szólt, addig én megpróbáltam hiánytalanul elvégezni a munkámat, a munkafeladataimat. Tájvánról átrepültem Japánba, ott is dolgoztam egy kicsit. Az egy rövidebb időszak volt ott, viszont gyakorlatilag az lett a vége, hogy azokkal, akikkel együtt kellett dolgoznom, a vezetőség, azokkal nem tudtuk egymást megérteni. Tehát ők kértek tőlem valamit, és amikor elmondtam, hogy szerintem mit kellene tenniük, ők ezt nem hajtották végre, és akkor úgy éreztem, hogy ezért viszont fölösleges 10.000 kilométerre egyedül lennem. Tehát hogyha kérnek tőlem valamit, és én elmondom, hogy szerintem mit kellene, és ők ezt nem hajtják végre, akkor én azt gondoltam, hogy ezért kár 10.000 kilométerre lenni otthonról. Viszont pont
nem olyan rég, egy pár hete volt itt egy japán tanítványom az édesanyjával meglátogatott, mert jó kapcsolat alakult ki, és eljöttek csak azért 4 napra 10 000 kilométert utazva, hogy velem találkozzanak, megkérdezzék, hogy hogy vagyok, jól vagyok-e, megnézzék, hogy egyáltalán hol vagyok. Úgyhogy ez mindenképpen egy jó visszaigazolás arról, hogy hogyan dolgoztam velük. Mi az, amit ott tapasztalatot magadra szedtél, és amit most átpróbálsz adni a Duna Fair Sport Egyesület sportolóinak, illetve mennyire vevők itt erre? Hát mi az, amit tanítani próbálok? Egyrészt az, hogy lehetünk versenyzők, tehát nyilván versenyzést próbálok tanítani, illetve azt, hogy bizonyos versenytávokhoz. A kenúzásban gyakorlatilag egyetlen egy versenytáv van, az az 1000 méter, amelynek van két része, az egyéni, illetve a páros. Most már felkerült az olimpiai programra a női kenúzás is, de az még gyerekcipőben van idézőjelben ebbe az egyesületbe. Most lesz majd egy új versenyzőnk, lesz majd egy női kenús versenyzőnk, úgyhogy sikerült vele megállapodni. Úgyhogy majd őt is fel tudjuk készíteni a következő évi megmérettetésekre. Amit át kell tudni adni, amit Ázsiából hozok, azok nem azok az értékek, amelyek itthon körülöttünk vannak, hanem teljesen más dolgok. A tisztelet, az alázat, a munka, ezeket próbálom nekik úgy átültetni, hogy megértsék azt, hogy nyilván az eredményt azt nem lehet azonnal elvárni, ez egy sport. Tehát ez nem így működik, hogy bemegyek a boltba, kell nekem valami, és megveszem, és akkor onnantól kezdve van, hanem ez sokszor bemegyek a boltba, sokáig nézegetem, és sokáig gyűjtögetek rá, és utána megveszem, és majd egyszer lesz. Tehát, hogy ez tényleg nagyon sokáig kell ugyanazt a dolgot elvégezni. Próbálok újdonságokat hozni az életükbe, szerencsém van velük. Nagyon szerencsém van velük, mert eléggé fogékonyak az újításaimra, de nyilván nem egyedül vagyok itt, tehát Molnár Gergellyel, az edző kollégámmal próbáljuk a lehető legjobban összefésülni azokat a munkákat, amelyeket az ő múltjából, az én múltamból eredően az ő jövőjükért akarjuk megcsinálni. És nyilván nagyon sok közös beszélgetésünk van arról, hogy hogyan képzeljük el a felkészülésüket, és ez nagyban megkönnyíti az ővelük való kommunikációt, illetve az, hogy az újítások is éppen csak adagolva vannak. Tehát nem az, hogy rájuk zudítunk valamit, és akkor na, tessék, old meg, mert abból nyilván csak káosz lenne. De szerencsém van ez az egyesülettel, mert mind a vezetőség, mind a csapat, mind az edző kollégám tényleg nyitottak voltak arra, hogy én egy picit máshogy láttam ezt a felkészülést, meg illetve az edzéseket, illetve a versenyeket. És ezért mondtam azt, és ezért is döntöttem ez mellett, az egyesület mellett, mert azt éreztem, hogy itt megint meg tudom valósítani saját magamat, és vannak céljaim ugyanúgy, mint 13 évesen. Mi az, amire neked edzőként a fizikai felkészítésükön kívül még oda kell figyelni? Mert hogy ugye ez csak egy pici része, egy nagyon pici része annak, hogy bajnokok lehessenek ők is. Nyilván nagyon sok összetevője van az ilyen sportnak. Az, hogy valaki lejár edzeni, az csak egy a látványos dolgok közül. De nagyon sok olyan dolog van, ami láthatatlan. Ilyen a táplálkozás, ilyen a mentális háttér. Ilyenek azok a fajta beszélgetések, amikor egy-egy versenyzővel azért beszélgetünk, hogy megtudjuk, hogy az éppen aktuális lelkiállapota milyen. Tehát egyszerre vagyunk edzők, egyszerre vagyunk barátok, egyszerre vagyunk szülők, egyszerre vagyunk orvosok, mert nyilván azt is meg kell velük beszélni, hogy esetleg ha betegek, vagy ha nem akarjuk, hogy betegek legyenek, akkor mit csináljanak. Egyszerre vagyunk dietetikusok, hogy megpróbáljuk nekik elmondani, hogy hogyan kellene táplálkozniuk. Tehát ez nagyon-nagyon sok mindentől függ, és nyilván ez az, ami az egyik legnehezebb része, mert papírra kiírni egy edzéstervet önmagában nem nehéz. Egy jó edzéstervet másokkal nehezebb, mert akkor már figyelembe kell venni azt, hogy ez a versenyző hány éves, milyen dolgokon megy keresztül, képes-e vajon megcsinálni azt, ami a feladata, vagy nem. És akkor a célok? Mik a célok? Nagyon szeretném, hogy ezek közül a versenyzőkből, akik most itt vannak, valaki kijusson a Tokiói olimpiára. Ezek a
két éves tervek, illetve azt szeretném, hogy az Egyesület taglétszáma elkezdjen gyarapodni, és minél több utánpótlás versenyző ismerkedjen meg ezzel az életformával, a vízzel, a Dunával, itt a kisebb öllel, amit nap mint nap bejárunk motorcsónakkal, illetve kenukkal, mert ez egy önmagában egy szép világ. És ebben tényleg nagyon sok ember megtalálhatja önmagát is, és keressük azokat az embereket, akik majd sikeres sportolók lesznek. A cél tehát egyértelmű, a 2020-as Tokiói olimpia. Annak pedig az egyik legjobb mutatója, hogy a munka jó irányban halad, az, hogy az elmúlt hétvégi kajakkenu világbajnokságon Kis Balázs és Hajdú Jonatán is képviselte a Dunaferese színeit. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, friss adással egy hét múlva hétfőn jelentkezünk. Tartsanak velünk addig is, viszontlátásra!